Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Kedves nézőink, két nap múlva csütörtökön tartja a következő önkormányzati testületi ülését Gyöngyösváros képviselőtestülete. A napi rendi pontokról beszélgetünk ma esti vendégeinkkel, akiket szeretettel köszöntök, dr. Vég Attila frakcióvezető. Jó estét kívánok. Kévés Tamás alpolgármester. Jó estét kívánok. És Kis Tivadar, szintén frakcióvezető. Jó estét kívánok. Hát a napirendi pontokat végig tárgyaljuk, de hát egy héttel ezelőtt is volt egy képviselőtestületi ülés, egy rendkívüli, egyetlen egy napirendi pont volt a programban, a közmunkaprogram, az idei közmunkaprogram. Elég későn derült ki, hogy lesz lehetőség arra, hogy közfoglalkoztatottakat vegyen fel az önkormányzat. Végül is megszavazták, milyen eredménnyel? Igen, ez általában mindig ilyen utolsó pillanatos előterjesztés szokott lenni, tehát még a program lezárását közvetlenül megelőzően se nagyon lehet tudni, hogy lesz-e közmunkaprogram, hogyan fog folytatódni. Nyilván bízik az ember benne, hogy folytatódni fog a közmunkaprogram. Ez indokolta, hogy egyébként informális ülést tartottunk költségvetésbe, és ez az egy napirendi pontra, hivatalosan is rendkívüli testületülésre került sor. Elég sokat, hát nem is vitatkoztunk rajta, de elég sok minden felmerült az előterjesztés kapcsán. Így gyakorlatilag az a legszembetűnőbb, hogy alapvetően változtak a közmunka programra pályázóknak, hogy kik pályázhatnak ilyen közmunkaprogramra, illetve milyen a támogatás. Tehát ezt is a már sokat említett költségvetésnél sokat említettük már a adóerő képességhez igazítja az önkormányzatoknál. Ennek most az lett a következménye, hogy Gyöngyös gyakorlatilag 60%-át állja az állam a személyi kiadásoknak. Tehát tavaly még 100%-át, ugye? Vagy nagyobb százalékát? 70% volt, ez lecsökkent 60%-ra. Még ez a kisebbik probléma. A nagyobb probléma az, hogy a roma, tehát voltak olyan, vagy vannak olyan roma szervezetek, egyesületek, akik szintén pályáztak közmunkaprogramra, tőlük is megkövetelték a 40%-os önrészt. Na most nyilván teljesen más egy társadalmi szervezetnek a fizetőképessége, meg más egy önkormányzaté. A két roma szervezet úgy nyilatkozott, hogy nem tudják vállalni ezt a 40% önerőt, hát honnan is vállalnák. Így ők nem vesznek részt a közmunkaprogramba. Ez azért óriási probléma, mert az ő általuk foglalkoztatott közmunkások, azok kint voltak szintén Gyöngyösváros közterületein. Elsődleges feladatuk az volt, hogy a köztisztaságot javítsák, tehát takarítottak a patak, illetve nem patakmederből, hanem az árkokat tisztították, meg sok egyéb munkát, na most ez hiányozni fog. Ha jól emlékszem, akkor 28 az a személy, tehát 55 főre nyújt be pályázatot az önkormányzat, 28 fő az a személy, akik effektíve kint lesznek ez a közterületeken, ami Gyöngyös viszonylatában meglehetősen kicsi. Tehát elég aggasztó a helyzet ebből a szempontból, hogy hogyan lehet majd ezeket a feladatokat, köztisztasági feladatokat ellátni. Kívés Tamás alpolgármester úr, biztatónak látja a helyzetet? Elég lesz ez az 51 néhány ember? Annyira nem lepődtem meg egyébként ezen, mert körülbelül 2 hete vagy 3 hete voltak itt a belügyminisztériumból egy tájékoztatást adni. Be volt hívva az összes ezzel foglalkozó roma szervezet, illetve a mi hivatalban ezzel foglalkozó munkatárs.
illetve az összes vidéki polgármester, aki ugye el tudott jönni, és már ott kiderült, hogy a finanszírozást nem tudja a kormány erre ugyanolyan szinten végrehajtani, mint ahogyan eddig. Ugye volt két falu, amelyik teljesen kizárta magát tulajdonképpen az adóerő képessége miatt a közfoglalkoztatásból, tehát ő neki úgy kell megoldani a helyi úgymond munkanélküliséget, hogy ő fölveszi azokat a dolgozókat 100%-os önkormányzati hozzájárulással. Ezeknek az a problémája igazából, amit én egy kicsit túlzottnak tartottam, amikor egyébként 4-5-600 fővel tudtunk, és a roma szervezetekre hagyatkozva ugye köztisztasági, meg egyéb munkákat elvégeztetni velük, mert sok volt. Tehát azt azért látni lehetett, hogy mikor 100-120 ember föl volt véve egy szervezetnél, az nagyon nehéz volt karbantartani, tehát az ellenőrizni, kiadni a munkát, ez nehézségeket okozott azért nekik is. Viszont most már annyira lecsökkent gyakorlatilag a munkanélkülieknek a száma is. Egyrészben egyébként ugye a elsődleges munkaerőpiacon kaptak lehetőséget, ez egy jó dolog. Maga az egész közmunkaprogram ezért jött létre, gondolom én, vagy ez volt az ötlete. Viszont az látható, hogy akik gyakorlatilag még mindig benne vannak ebbe a rostába, ugye, akik benne maradnak és nem helyezkedtek el, ő nekik ez egy jó alternatívát nyújtott, hogy dolgozhassanak. Ugye, ahogy Attila elmondta, a 100%-os a roma szervezeteknek nagy érvágás volt ez, hiszen azért 100%-ban ők megkapták, és emellett még azért 15%-os dologi kiadást is biztosított a kormányzat, amit annyit jelent, hogy ugye abból vehettek eszközöket, zsákokat, szerszámokat, tehát olyan dolgokat, amik ez a munkához kellenek. Az a probléma, hogy most ezt már valóban a 40% hozzájárulással már nem tudták vállalni. Mint ahogy nekünk is óriási nagy feladat lesz egyébként a 70-ről a 60%, tehát a 30%-os eddigi önerőt 40%-ra föltornászni, mert azonnal a költségvetést ezt 8 millió forinttal ugye meghúzta az ez évit, és akkor még 2020-ra is lesz, hiszen ez a program egyébként 2020 februárjáig fog tartani. Végre már egyébként, hogy legalább egy éves program van, mert mindig ilyen 3 hónap, 6 hónap, tehát ilyen össze-vissza, és ilyen bizonytalanságban tudtuk tartani azokat az emberek, vagy tartották azokat az embereket, akik ebbe a munkába részt vettek. Most nem, most legalább azt tudjuk, hogy jó, egy évig lesz neki közfoglalkoztatási jogviszonya, viszont azért azt gondolom, hogy most már, hogyha ez az 50 ember, 50-53 főre lesz lehetőségünk fölvenni, mert azt gondolom, hogy egy kicsit legyen már a munkának becsülete, tehát olyanokat vegyünk föl, most már úgy, hogy egy évig van, hogy aki tényleg valóban olyan munkát lát el a Gyöngyösváros érdekében, amit elvárható volna. Nyilván ezt nem mondom, és gondolhatják ez a mondat után, hogy persze kritikával élek az eddigi munka iránt. Igen, voltak persze, nagyon sok lakossági visszajelzés volt, akár a Facebookon is, hogy tényleg fetrengő embereket, vagy pihenő embereket láttak folyamatosan. De én azt gondolom, hogy most fogjuk megérezni annak a hiányát, hogyha nem lesz a roma szervezeteknél ennyi közmunkás, hogy milyen szemetes a város. Már most észre lehet venni sajnos, úgyhogy bár még folyik a közfoglalkoztatás február végéig, de már most látni, hogy egyébként iszonyatos nagy feladatot ró a városra, és hogyha ez nem lesz, akkor mondom, hónapok múlva nagyon. Egyébként általánosakban elmondható, és még egy kicsit hagy maradjak, mert ez szerintem egy általános téma, hogy egyszerűen olyan szemetes a városunk, ami elképesztő. Tehát oké, lehet azt mondani, hogy most tél után ugye a hó alatt ott volt a szemét, nem tudták összeszedni. El lehet mondani, hogy igen, szétfújta a szél, mert ugye a kukatárolókból folyamatosan kifújja, meg a kézi szemetesekből, de én is azt mondom, hogy mégis azt mondom, hogy én az átlaghoz képest nagyon szemetesnek találom a várost. És ez már gyakorlatilag a költségvetés is kőkeményen megérzi. Nem beszélve arról, hogy az illegális hulladékra mennyit költünk, ezt minden egyes ilyen fórumon elmondom, hogy valami iszonyatos pénzt költünk arra, hogy valamennyire részbe föl tudjuk számolni akár a
harmadosztályon, vagy akár a Durandában lévő szemetelést, vagy akár a patakban lévő szemetelést, ami gyakorlatilag a városképet csúfítja. Tehát amikor ide jön egy turista, ide jön egy idegen, bemutatjuk neki a várost, és azt veszi észre, és az a visszajelzés, az elsődleges visszajelzés, hogy hát elég nagy szemét van. Na most, és egy kicsit csalódott vagyok visszatérve ez az anyaghoz egyébként, hogy gyakorlatilag addig, míg 2018-as választások megvoltak, addig tudta finanszírozni a kormány ugye 100%-ba, most meg valahogy, mintha egy kicsit ki lenne húzva a talaj a lábunkról. Én tudom, hogy az akkor egy kicsit föl volt turbózva ez a közfoglalkoztatásra szánt kormányzati pénz, de most meg túl kevésnek tűnik, és mondom, meg fogjuk látni, sajnos meg fogjuk látni az eredményét. Így van, tehát az adóerőképesség függvényében változott a finanszírozás, és egy órát tárgyalta a testület érdekes módon ezt az anyagot most. A korábbi kritikák most átfordultak dicséretté, tehát mi korábban azt hallgattuk, hogy fűszálanként szedik a füvet, meg nem dolgoznak, meg pihennek, nem olyan teljesítményt nyújtanak, mint általában elvárható a város irányából. Most azt hallgattuk, hogy mi lesz, ha nem lesz, tehát mi lesz, hogyha nem lesz ember, és nem fogja senki takarítani a közterületet. Igen, ez a 60% van most, és ezt ki kell egészítenünk, és tényleg így van, hogy a két roma szervezet nem tud indulni, mert nem tudja finanszírozni ezt. Viszont mi korábban elhangzott, hogy azért nem tudunk fölvenni embereket, mert a két roma szervezet föltölti a létszámot, és kvázi elszipkázza a jó embereket a város elől. Most itt a lehetőség, tehát biztos vagyok benne, hogy elvileg föl tudjuk tölteni ezt a létszámot, bár mi korábban 3 csapat takarított a város, most csak egy 20-28 fős csapat lesz, amiből egyébként effektíve 20 fő dolgozik a közterületen. Igen, sajnos szemetes a városunk, és ezen el kéne gondolkodnunk, hogy szemléletformáló oktatásokat kéne tartanunk már egész pici korban, hogy ne szemeteljünk, a közterületeink legyenek tiszták, és becsüljük meg az értékeket. Éppen ma településfejlesztési bizottság ülésen volt, hogy kukákat kerestünk. Tehát eltűnnek közterületről a kukák, nem csak, hogy nem ürítik, vagy teli van, és látjuk, hogy úgy használják a városlakók, hogy kisétál az üzletéből, vagy kisétál bárhonnan is, beleteszi a köztéri szemetesbe a saját szemetét, ami meglepő, pláne hogyha rendelkezik szemétszállítási szerződéssel, hanem komplett kukák tűnnek el a közterületről tartóval együtt, ami érthetetlen számomra. Tehát védeni kéne, értékelni kéne azt, ami a közterületen van, és nem bántani, nem rongálni. Felmerül a kérdés, hogy eltekintve a közmunkaprogramtól, hivatalból nincs felelőse a köztisztaságnak, a közterület rendbetételének? Hogy nem van. Bocsánat, még egy gondolatot hagyd mondjak el a frakcióvezetőknek, hogy azt azért ne vegyük be teljes mértékben, hogy az adóerőképesség miatt nincs annyi pénz rá. Nem. Kormányzat nem tud ennyit biztosítani rá, és nyilván az adóerőképesség nem változott akkor át, hogy 60-ról, illetve 70-ről 60% legyen, illetve a roma szervezeteket ne tudják lefinanszírozni 100%-ba. Ezt ők nagyon jól tudják, hogy a roma szervezetek nem fognak vállalni így, mert nincs saját költségvetési forrásuk. Tehát nem tudnak. Evvel ez a kapu lezárult. Tehát ezt tudniuk kell, amikor mondjuk, mit tudom én, hány milliárd helyett pont a felét tudják biztosítani erre, hogy nem az adóerőképesség miatt változott. Ez a zene hozzá, de egyébként a tánc meg más. Tehát is lényegesen kevesebb, tehát én úgy gondolom, hogy a program elérte a célját, és nagyon sokan fordultak vissza a munkavilágába. Hát tehát ez folytatódik, dr. Vég Attila. Igen, tehát egyetértek Tamással, hogy persze kevesebb a pénz, ez csak az a körítés volt, hogy eddig nem vizsgálták az önkormányzatoknak az adóerőképességét, most mivel kevesebb a pénz, akkor elkezdték vizsgálni, és ezen, tehát eddig nem volt, tehát nem a mi adóerőképességünk növekedett, hanem eddig nem volt úgymond bírálati szempont a közmunka kapcsán, tehát mondom, még inkább ez a kisebbik probléma, az a nagyobb probléma, hogy a roma szervezetek, akiknek aztán nincsen adóerő képességük, eleve ki vannak mozzárva ebből a közmunkaprogramból. Az, hogy tehát nem fordult meg a közmunkások felé úgymond a vélemény, mert voltak korábban is, akik a lapátot támasztották, volt olyan is, aki szállanként szedte ki a füvet, most is van olyan, de van, aki dolgozik, tehát azért most is lehet látni, ha járunk, kelünk,
és látjuk, és nem csak a közmunkásokat, hanem saját cégünk által foglalkoztatott dolgozóknál is, hogy hát nem biztos, hogy tartalmasan töltik ki a 8 órás munkaidejüket, viszont ha nincs, akkor sokkal rosszabb a helyzet, mert akkor esély se lesz, még a, tehát néhány fűszálnak a kiszedése, most kicsit sarkítok, az is többet ér, mint hogyha egyet sem szedünk ki belőle. Egyetértek azzal, hogy láthatóan szemetesebb lett a város, hiába költünk, persze a most kérdésre válaszolva kötelező önkormányzati feladat, próbáljuk is, városgondozási részvénytársasággal is olyan szerződésünk van, hogy többet fizetünk úgymond a köztisztaságért, viszont ha be akarnánk biztosítani azt, hogy itt mindig köpec tisztaság legyen, akkor dupláját kéne rákölteni, amit meg már nem bír a városi költségvetés, mert így is rengeteget költünk. Az illegális hulladék merült még fel, valóban probléma. Kíváncsi vagyok rá, hogy ki mikor veszi észre a Bartók Béla utcába valaki lerakott 3 zsák kommunális hulladéknak látszó, tehát 3 zsák hulladékot, két hete körülbelül. Azóta is. Kutyák, macskák sem tépték szét. De most már széttépték, tehát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán kinek jut majd eszébe arra jártában, keltében, hogy azt összeszedje. Úgyhogy ez ilyen mutatóba ott van, minden nap látom, de direkt nem szóltam. Illegális hulladékkal még annyit mindenképpen mondok, itt a harmadosztály is felmerült. Én egy picit közelebbi példát mondok, a Füszért garázssor és a Karácsonyi út közötti terület egy önkormányzati tulajdonú magánterület, ami ugye a évek folyamán ilyen úttá lett, tehát útnak használják. Ez még a kisebbik probléma. A nagyobbik, hogy a elég nagy terület, és oda nem jár mindenki, csak akinek dolga van, hogy nagyon nagy mennyiségű illegális hulladékot helyeztek el ott, de szerencsére úgy néz ki, hogy találunk olyan megoldást, meg már el is kezdték a munkát, és mind a két oldalról elzárjuk úgymond az utat, hogy ne lehessen, mert nem út, hanem önkormányzati terület, tehát elzárásra került mind a két oldalról, azt a csapadékvíz elvezető árkot végigvezettük a teljes vonalába, meg korláttal, stb. Tehát így ilyen eszközökkel próbáljuk megakadályozni a további hulladékgyarapodás, bár az a legnagyobb probléma, hogy akkor majd feltetően másik eldugott helyen fog megjelenni, egyszerűen érthetetlen, és itt hiába okítjuk a gyerekeket, persze az kellene, hát én is tanultam az óvodába, pedig nem most voltam óvodás, hogy ne szemeteljünk, meg dobjuk a szemetesbe a szemetet, meg ne öntsük ki a kenyérmaradékot az erkéről, tehát itt tényleg nem tudom, hogy milyen szemlélet formálásra lenne szükség, hogy megvédjük a környezetünket. És hát ott van még a vasút, tehát a Gyöngyös-Vámos-György vasútvonal melletti szakasz, szintén a harmadosztályi rész, ami szörnyűséges. Én most szombaton épp azon a vonaton utaztam, és arra gondoltam, hogy akár turisták is jöhetnek Gyöngyösre vonattal, és ők ezt látják, ahogy beérnek a városba. Pontosan. Én még a kérdésre hogy válaszoljak, mert ugye ez elvarratlan maradt, hogy gyakorlatilag mi lenne a megoldás, és valóban a hivatal részéről. Ugye van a városgazda, akinek szerintem a 24 óra 48-ból áll, mert annyira le van terhelve, ugye azért neki van építőbrigádja, van ugye akkor közfoglalkoztatottakkal is, ő foglalkozik, ő ellenőrzi, nem köztisztaságra nekünk, valószínű, ez elkerülhetetlen lesz, de szerintem ez már a következő testületnek a feladata lesz.
hivatali szinten valószínűsíthető, hogy fel kell egy olyan embert venni, aki csak szigorúan a köztisztasággal foglalkozik, aki járja egész nap a várost, jelenti a szemetet és viteti el a szemetet. Nem tudunk másképpen, mert itt az a probléma, amit Attila elmondta, ez teljesen bevett dolog, hogy három zsákot csak úgy lerakunk. Majd egyébként úgy is elviszi valaki. Hozzá van szoktatva a lakosság. Itt ez a legnagyobb probléma. Csak nem tudom, akkor, mikor mondjuk adót kellene emelni, mert ezeket ugye le kell finanszírozni, hogy ezeket mondjuk elvitessük, hát ahhoz meg sajnos az a baj, hogy többletpénzt kell beszedni akár a lakosságtól. Nem szeretnénk nyilvánvaló, megpróbáljuk megoldani a saját költségvetésünkbe, de nem fogjuk bírni. És ez az a szemléletváltás, amire szerintem itt helyben óriási szükség van. Hát 15 éve vagyunk az Európai Unió tagja. Én azt gondoltam, hogy ez lesz majd az első lépés, ami megváltozik, és nem változott. És ne felejtsük el, hogy ha adót emelünk, akkor a tisztességes, becsületes emberekkel fizettetjük meg azt, akik ugye garázzálkodnak. Csak egy szót a garázsokról, és örülök, hogy frakcióvezetőtársam szóba hozta. Tehát mindig elfelejtik a garázstulajdonosok, a garázsok tulajdonosok, hogy a garázs ajtaján kívül közterület van. Tehát nyugodtan kiteszik a gumit, ami éppen a garázsba feleslegesé válik, arra gondolva, hogy majd elkopik. De az közterületi szemetelésnek minősül, könyörgöm, tehát nem szabad ilyet csinálni. Biztos van otthon saját szerződése, szemétszállítási szerződése, vigye haza, de egyébként én biztos vagyok benne, hogy ha megállítja a kukásautót, akkor is beledobhatja, nyugodtan van olyan kommunális szemete, ami a garázsból kijön, de ne tegye ki a garázs elé, mert az közterület. Egy mondat csak, tehát frakció vezetőtársának igaza van, de az általam elmondott példát, azt nem a garázs tulajdonosok hordták oda, hanem az akárhonnan odajövők, tehát ennyi mennyiségű szemetet ők nem tudnak termelni, és pont ők voltak azok, akik jelezték, hogy valamit csináljunk, mert ott jelennek meg traktorokkal, platóval és rakják le a szemetet, de egyébként valóban megoldatlan, hogy a garázssaloknál valamilyen formában, akár konténerrel, akár hogy mert ez tipikus jelenség. Igen, csak az a baj, ha kiteszünk egy konténert, akkor az megtelik. Tehát, és akkor lehet is szállítani, aztán tehetjük a következőt, szintén megtelik. Tehát fantasztikus mennyiségű szemét van. Addig nem volt probléma, azért ezt be mind a hárman megállapodhatunk. Addig megállapíthatjuk, hogy addig nem volt probléma, amíg volt egy szeméttelepünk, és oda el lehetett vinni a kommunális hulladékot. Díjazás fejébe, hol, ugye, mit tudom én, 2 köbmétert, azt hiszem, ingyen ki lehetett vinni. Tehát amíg ez rendelkezésre állt, addig az emberek, én azt láttam, hogy kivitték a szemetet, nem volt ekkora probléma. De most is van ilyen, mert van hulladékudvar, ahova le lehet vinni, még a sittet is le lehet vinni, és ha jól tudom, 250 kilóig be lehet vinni, ha meg olyanok a szomszéd viszonyok. 8 gumit fejenként egy évben. Így van, tehát nagy mennyiségű szemetet is be lehet vinni a hulladékudvarba. Illetve a lomtalanítás esetében házhoz megy a konténer, és az is része a hulladék szállítási díjnak, tehát gyakorlatilag ingyenes, benne van a díjban. Hát 2-3 percünk maradt arra, hogy elkezdjük, és majd a második részben folytassuk. Javaslom, hogy a költségvetési napi rendi pontot, hiszen ez a legfontosabb talán a csütörtöki képviselőtestületi ülésen. Hát talán a polgármester úr egy nagyon rövid felvezetéssel kezdjen, és akkor meglátjuk, hogy a második részben hogyan tudjuk folytatni. Én itt a műsor elején beszéltük, hogy lesz-e költségvetés, nem lesz költségvetés. Hát ha lesz 8 képviselő, aki megszavazza, remélem, hogy azért ennél jóval többen fogjuk támogatni a költségvetést. Úgy néz ki, hogy összeállt az, amiben azért megelőzte ezt a költségvetést egy koncepció, megelőzte egy első forduló, illetve 2 olyan informális testületi ülés, amik majdnem már félig hivatalos volt, mert ott a költségek lefaragása, ástruktúrálás, fejlesztési hitel mértékének a megállapítása, képviselőfejlesztési keretekről megállapodtunk. Tehát mindent nagyjából az igazgatónak, mert itt a legnehezebb dolga egyébként a pénzügyi igazgatónak van, aki megkapja az instrukciót, és össze kell állítani úgy, hogy a kiadási és a bevételi oldal egy azon szám legyen. És ha ezt ő tudja hozni, akkor én azt gondolom, hogy elfogadható egy költségvetés. Ez a szám most adott ebben, úgyhogy nyilván biztos, hogy lesznek még tilitolik a képviselőtestületen, testületnél, főleg a
90 millió forint fejlesztési hitel, fejlesztési pénzt, amit tulajdonképpen képviselők tehetnek rá a javaslatot abba, annak az elosztásába, de én most már olyan nagy veszélyes dolgot nem látok benne, mert tényleg egy konszenzus alapján készültek el a számok. Hát 47 napirendi pontot terveztek erre a csütörtöki napra, tehát akár még bizakodhatnak is, hogy egy órán belül lezajlik a költségvetési vita? Hát szerintem, amikor majd elkezdik szavaztatni esetleg a módosító indítványokat, amiket már hallottam, hogy képviselők beterjesztettek pont erre, azzal elmegy egy 3-4 óra. Úgyhogy valószínű, hogy mindenki, ha az 5 percét kihasználja, akkor ez egy 2,5 órás napi rendi pont lesz. Javaslom, hogy innen folytassuk majd. Kedves nézőink figyelmét felhívom, hogy 1-2 perc múlva folytatjuk műsorunkat.